Dunaújváros csapatát fogadjuk hazai pályán a következő forduló során. Igazából ugyanazt várom ettől a mérkőzéstől, amit mindegyik másiktól is, az, hogy a csapat mindent 100%-osan beleadjon és a lehető legtöbbet megtegye a pályán, az eredmény pedig majd annak függvényében fog alakulni. Most egy kicsivel hosszabb lesz a kispad, mint az MTK ellen, ugyanis a kisebb-nagyobb sérüléseket elszenvedett játékosaink most már lassan visszatérnek a csapatba, úgyhogy minden adott arra, hogy egy jó és izgalmas mérkőzést játszunk, és nagyon remélem, hogy a lehető legtöbben kijönnek és támogatnak minket a látókról is.